Az emberek olyan tablettákat alkottak, amelyek 5 percre szuper képességeket adnak az embernek. Van azonban egy komoly probléma. Senki sem ismeri fel a képességét, amíg be nem veszi a csoda kapszulát. A film címe Project Power, a por ereje. Induljunk! Egy Biggie nevű szakállas férfi kinyit egy sárga bőröndöt, ami tele van furcsa tablettákkal. Ingyen adja őket a helyi kereskedőknek és felajánlja, hogy eladja őket minden érdeklődőnek. Egy Newt nevű fickó megkérdezi, hogy mi a neve ennek a titokzatos drognak, mire Biggie azt válaszolja, hogy az erő. Több hét telt el. Egy Robin nevű rasztahajú lány bámulja az izzó tablettát és az erőnek reppel. Hamarosan összefut egy csapat helyi zsarnokkal, akik szintén meg akarják szerezni ezeket a csodakapszulákat, de nem hajlandóak fizetni érte. Robin és a bajkeverők között verekedés tör ki, aminek következtében a lány hátizsákját a tablettákkal együtt elveszik tőle. Az utcán megjelenik egy motoros. Egy Frank nevű rendőr az. Mindenkit felszólít, hogy tegye fel a kezét. Az egyik zsarnok épp egy kapszulát készül lenyelni. A rendőr figyelmezteti a srácot, hogy darabokra tépheti és kiüti a kezéből a tablettát. Franknek csak egy pár bilincse van, ezért Robinra teszi, így a zsarnokok el tudnak menekülni. Amikor azok elszaladnak, a zsaru kiszabadítja a lányt és megveszi magának azokat a varázspirulákat. Sőt, Frank a lánynak adja a motorját. Nos, valójában nem az ő motorja, csak elvette a lefoglalt járművek közül. Versenyeznek az éjszakai városban és Robin nagyon menőnek érzi magát. Hajnalban hazatér és egy dobozba rejti a pénzt, majd a kimerültségtől elalszik. Megismerkedünk egy másik főszereplővel. Ez egy volt katonaőrnagy Art. Fegyverrel a kezében bajong a régi épületben és megtalálja az egyik díler lakását. Az ajtót egy felfegyverzett és rendkívül rémült Newt nyitja ki. Az őrnagy követeli, hogy a fickó hívja fel a főnökét. Miközben Newt ezt teszi, Art betör a lakásba és egy hatalmas lyukat talál a padlóban, valamint egy élő krokodilt. Az őrnagy megtalálja Newtot és ellövi a fegyverét. A rémült fickó elbújik és megtalálja az egyik tablettáját. Art követeli a fickótól, hogy árulja el a kapszulák forgalmazójának nevét, de ehelyett Newt lenyeli a tablettát, és valami furcsa dolog kezd történni a testével. Tűzbe borul, ami látszólag nem tesz kárt a fickóban. Úgy tűnik, mintha az őrnagyot egy igazi démon támadná meg. Art megpróbál elszaladni, mire a lángoló Newt még 3 kapszulát vesz magához és utána rohan. Az őrnagy besúran a szomszéd lakásba és a feldühödött házinéni serpenyővel üti meg. Nem sokára Newt is felbokkanott. Art megtömi a fürdőkádat, eláztatja a kabátját és a lángoló fickóra dobja. Newtot a víz alá tartva végre sikerül megtudnia a forgalmazó nevét. Biggie az. Mivel Newt túl sok tablettát vett be, darabokra robban. Artot elragadja egy robbanás hullám. Eszébe jut az incidens, ami után valaki elrabolta a lányát. Az őrnagy magához tér és elhagyja a kereskedő házát. Anya felébreszti Robint, mivel a lányának ideje iskolába mennie. Megnézik a híreket és megtudják, hogy rokonuk Newt házánál robbanás történt. Robin az új motorjával megy az iskolába, miközben Art őrnagy bekötözi a kezét, ami megégett a verekedés során. Utána megvizsgálja Newt telefonját, amit a robbanás után vett fel. Óra közben Robin SMS-t küld a bátyjának és választ kap tőle. Azonban nem Newt ír neki, hanem Art őrnagy, aki találkozót szervez a lányjal. A tanár észreveszi, hogy Robin nem figyel rá és ezért leszídja. A lány bevallja, hogy nem kell tanulnia, mert arról álmodik, hogy rapper lesz. Robin megmutatja a tehetségét a diákok előtt és tapsot kap. Várjunk csak, valójában ez csak a lány fantáziája volt. Robin hallgat és kirúgják az osztályból. Eközben Frank egy másik helyszínre megy. Ez egy rablás. A tolvaja semmiből bukkant fel, mint egy szellem. Bezárkózott a bankba és túszokat ejtett. A rendőrség körbeveszi az épületet és készül a támadásra. Frank bevesz egy izzó tablettát és beállítja az időzítőt 5 percre. Valami megváltozik a testében és belép a bankba. A főhős elhalad a bűnöző mellett és nem veszi észre, mert össze tud olvadni a tereppel, és gyakorlatilag láthatatlanná válik. Frank megtalálja a túszokat és fejbevágják. A bűnöző néhány sárga bőröndel menekül, a főszereplő pedig üldözi őt a város utcáin keresztül. A gazember ellopja valakinek a bicikliét, balesetet szenved és egy villamoson próbál elmenekülni. Amikor az ajtók kinyílnak, a színes bőrű bűnöző beront a legközelebbi kávézóba és szó szerint átrohan rajta. Frank kiugrik az ablakon és lezuhan, mire a gazember megragadja a pisztolyát és lő. Az összes golyó úgy pattog le az arcáról, mintha gumiból lenne.
Sajnos más zsaruk kevésbé szerencsések. Frank ránéz az időzítőre és leteríti a bűnözőt. Az ütései olyan kemények, hogy szó szerint megreped az aszfalt. Az időzítő csipog. Minden szuperereje elszállt. Franket megvizsgálja egy orvos, majd besétál a főnöke és követeli, hogy a nyomozó adja át a fegyverét és a jelvényét. A helyzet az, hogy a zsaruk nem vehetik be ezeket a kapszulákat. Frank hajlandó illegálisan dolgozni, majd a főnök ad neki egy fényképet arról az emberről, aki állítólag ezeket a csodatevő tablettákat terjeszti. Meglepő módon a képen látható férfi Art Őrnagy. Eközben maga az Őrnagy várja Robint egy helyi kávézóban. Hamarosan a lány is megérkezik a motorjával. Észrevéve, hogy Newt nincs ott, már indulna is, de kiderül, hogy valaki kiukasztotta a kereket. A lánynak a motort tolva kell hazagyalogolnia. A semmiből megjelenik Art és betuszkolja a lányt a kocsi a csomagtartójába. Az Őrnagy egy elhagyatott helyre viszi Robint és arra kényszeríti a tinit, hogy mindent mondjon el neki, amit tud. A lány azonban soha nem látta az elosztót. Biggie találkozik a főnökével, Dr. Gardnerrel, majd találkozik egy titokzatos, befolyásos nővel, akinek sok pénze és jó kapcsolatai vannak. A férfi azt ígéri, hogy csodatevő tabletták segítségével egész Dél-Amerika leghatalmasabb nőjévé teszi. A pillanatot kihasználva Robin SMS-t küld Franknek, amelyben segítséget kér. Art ezt észreveszi és elveszi tőle a telefonját. Elkocsikáznak arra a helyre, ahol a dílerek általában a tablettákat szerzik be. Art és Robin besétálnak egy hatalmas szupermarketbe. A lány kimondja a jelszót, aligátorbor, ami után valami raktárhelyiségbe viszik. Ott Robin elmondja az egyik kisebb futárnak, hogy őt Art Őrnagy küldte. Ezt hallva a férfi kiborul és azonnal lenyel egy izzó kapszulát. Art megtalálja a futárt és összeverekszik vele. Hamarosan több más gangster is csatlakozik hozzá. Az Őrnagy remekül harcol, de nem segít, amikor a lőfegyverek is a képbe kerülnek. Art megsebesül és halucinálni kezd. A férfinak sikerül elrejtőznie egy raktárban Robinnal együtt, és így rájön, hogy minden kapszulában egy chip van. Kiderül, hogy a kormány ezeket a tablettákat embereken teszteli, mintha kísérleti nyulak lennének. Art elájul, Robin pedig elszalad. Látjuk, hogy az egyik gazember a csodatevő tabletta hatásának köszönhetően életben maradt. Egy serpenyővel üti le a menekülő Robint. A sebesült Art ráveti magát a bűnözőre. Kiiktatja az utolsó ellenséget és segítségért könyörög Robinnak. A lány a lappangó kételyek ellenére beleegyezik. Kihúzza a golyót az Őrnagyból és bekötözi a sebét. Eközben Frank megérkezik Robin házához és látja, hogy az anyját titokzatos fekete ruhás férfiak vallatják. A rendőr belopózik a fürdőszobába, levetkőzik és csak egy törölközőt viselve jön ki hozzájuk. A férfi a nő szeretőjének adja ki magát és követeli, hogy a férfiak mutassák fel a házkutatási parancsot és a jelvényüket, de nyilvánvalóan semmi ilyesmi nincs náluk. Amikor az állrendőrök távoznak, Frank ragasztószalagot és Robin anyjának telefonját ragadja meg, majd kirohan a házból. Így van, egy törölközőben. A főszereplő a telefont a titokzatos férfiak autójához erősíti, hogy nyomon követhesse a helyzetüket. Eközben Robin bevallja Artnak, hogy még sosem próbálták ki a tablettákat. Azért lett díler, hogy pénzt keressen az anyja gyógykezelésére, de leginkább arról álmodik, hogy híres rapper lesz. Art folytatja a terjesztő keresését és Robin is csatlakozik hozzá. A férfi megosztja a történetét a lánnyal. Évekkel ezelőtt egy katonai cég összegyűjtött egy csoport embert és sugárzásnak tette ki őket, hogy megváltoztassa a génjeiket. Art is köztük volt. Egy idő után született egy lánya, Tracy, aki soha életében nem volt beteg. Néhány kísérletet akartak rajta végezni. A férfi megpróbált megszökni a lányával, de balesetet szenvedett, ami után Tracy-t elrabolták. Robin megmutatja Artnak a helyet, ahol a tablettákat árulja és az egyik helyi dílert. Az Őrnagy fellöki a fickót és észrevétlenül ellopja a motorja kulcsait. Átadja a kulcsokat Robinnak és követi a dílert. Miután elintézte az Őrt, Art beszivárog egy titkos buliba, amelyet Biggie szervez. A főgonosz azzal henceg a befektetőknek, hogy a pirulái képesek új valóságot teremteni. Használatukkal például új végtagokat lehet növeszteni, mint egy gyíknak, összeolvadni a tereppel, mint egy polip, látni a sötétben, a vizet plazmává változtatni és hihetetlen erőre szert tenni. Persze, néha ez végzetes, de mit lehet tenni ellene? Eközben Frank megtalálja a fekete ruhás férfiak autóját, és Robin ott áll mellette. Megmutatja a lánynak Art fényképét. Először azt hazudja, hogy nem ismeri ezt a férfit, de aztán megmutatja, hogy merre ment. Biggie megkéri az egyik lányt, hogy vegyen részt egy kísérletben. A lányt egy üvegedénybe zárják. Lenyel egy kapszulát az erőből, és elnyeri a hőszabályozás képességét.
A tartályban lecsökkentik a hőmérsékletet, és a testét azonnal jégréteg borítja. A lány azonban egészen jól érzi magát. Ebben a pillanatban Art odalép Biggiehez és túszul ejti. A parti összes vendége azonnal előveszi a fegyverét. Mégsem Biggiet akarják megmenteni, hanem az erő kapszuláit. Az egyik maszkos férfi bevesz egy tablettát és… felrobban. Lövöldözés kezdődik, ami teljes káoszt eredményez. Amikor az 5 perc lejár, a konténerben lévő lány elveszíti a szupererejét és megfagy. Senki sem tudja megmenteni, mivel mindenki túl elfoglalt. Csak Art és Biggie marad a partin. Az őrnagy megmutatja a gazembernek egy szakállas férfi képét és megkérdezi a nevét. Wallace az. Ő a Genesis nevű illegális labor tulajdonosa. Frank megjelenik és kényszeríti Artot, hogy dobja el a fegyverét. Miközben a két főszereplő vitatkozik, Biggie bevesz egy erőkapszulát és megkapja a szuperképességét. Óriási, sebezhetetlen mutánssá válik. Frank és Art elrohan, de közben sikerül felrobbantaniuk egy gázcsövet is, aminek következtében az épület a gonosztevővel együtt felrobban. A rendőrség letartóztatja az őrnagyot, aki valamiért nem is ellenkezik. Robin észreveszi ugyanazt a szakállas férfit, akit a barátja keres, és Art után rohan. Az őrnagy elmagyarázza Franknek, hogy ő nem forgalmazó. Ehelyett csak a lányát keresi, akinek szuperképességei vannak. Ekkor a főszereplők ravasz tervet eszelnek ki. Artot a hajóra viszik, Frank pedig a partról követi őt. Ott találkozik Robinnal és megkéri, hogy figyelje a helyzetet. A zsaru beveszi az erőkapszulát és megpróbál betörni a hajóra. Természetesen lövést kap, de ne feledkezzünk meg a szupererejéről. Dr. Gardner találkozik Arttal a fedélzeten és közli vele, hogy a lánya életben van, de a sejtjeit különböző kísérletekhez használják. A nő utasítja, hogy likvidálják a kellemetlenkedő őrnagyot. Közben Robin felosan a hajóra. Megtalálja Franket és a biztonsági kamerák segítségével sikerül kideríteniük, hogy Art melyik cellába van bezárva. Frank fegyvert ragad és az őrnagy kiszabadítására indul. Robin különböző gombokat nyomogat a vezérlőpulton és kinyitja az ajtókat a zsarunak. A riasztó megszólal. Wallace beveszi az erőkapszulát és úgy dönt, hogy kideríti, mi folyik itt. Franket megtámadja egy másik gazember, akinek szintén sikerült bevennie a tablettát. A csontjai rugalmassá váltak, mintha gumiból lennének. Ennek ellenére a főhős megnyeri a harcot. Wallace betöri az irányítóterem ajtaját, de Robinnak sikerül elmenekülnie a menekülő nyíláson keresztül. Frank bevesz egy újabb erőtablettát és 5 percre állítja az időzítőt. A hajó eltávolodik a parttól. Art kijelenti az őrnek, hogy megkapta az egyik leghatékonyabb erőt és megmutatja neki a fogai között lévő kapszulát. Wallace megjelenik és Frank is vele tart. Mondanom sem kell, hogy a főszereplők legyőzik a gonosztevőt. Robin bejut az egyik folyosóra, elintézi az őrt és megtalálja a szobát, ahol Tracy-t tartják fogva. Elismerve, hogy itt van az apja, a lány sír a boldogságtól. Dr. Gardner hisztérikusan megparancsolja az őröknek, hogy kutassák át a hajót. Art és Frank megtalálják Robint és Tracy-t. Végül apa és lánya újra együtt vannak. Megpróbálnak elmenekülni a hajóról, de egy másik, rozsomák erejével rendelkező gonosztevő még mindig vadászik rájuk. Megtámadja őket és brutális harc veszi kezdetét. Először úgy tűnik, hogy ez a gazember teljesen sebezhetetlen, de Art mégis megbirkózik vele. Franknek elfogynak az erőkapszulái. Robint túszul ejtik és halálosan megfenyegetik. Ekkor Art elmegy Dr. Gardnerhez és beveszi a kapszuláját. A férfi hihetetlen erőre tesz szert, és egy hatalmas lökéshullámmal mindent elhamvaszt maga körül. 5 perc telik el, és Art a földre zuhan, életjelek nélkül. Szerencsére a férfit Tracy megmenti. Kiderül, hogy az ő szuperképessége a gyógyítás. Végül is az összes főszereplő életben van és gyakorlatilag egészséges, a gonosztevők pedig mind a túlvilágra kerülnek. Lehetne ez másképp is. Szóval, te bevennél egy ilyen tablettát? Ez volt a Movie Macska, és az én szupererőm a ti lájkjaitokkal, kommentjeitekkel és feliratkozásatokkal jön létre. Viszlát később, barátaim!